A Pécs Média Központ megbízásából a Szociográf Piac és Közvéleménykutató Intézet 2010 közepén kutatást végzett 1003 fős reprezentatív mintán Pécsváros lakossága körében. Arra voltak kíváncsiak, hogy a megkérdezettek mennyire elégedettek az önkormányzati médiumokkal, a Pécs TV-vel és a pécsi hírekkel, illetve hogy mennyire nézett, illetve olvasott a város televíziója és közéleti hetilapja. Mai fórum műsorunkban rendhagyó módon magunkkal, de önökkel közösen foglalkozunk, ismertetjük egyebek mellett a közvéleménykutatás eredményét, beszélgetünk a műsorkészítésről, az újságszerkesztésről, és a nemrég indított új internetes újságunkról, az egyre népszerűbb pécsma.hu internetes poltáról. Köszöntöm vendégünket, Gerber Gézát, a Szociográf Piac és Közvéleménykutató Intézet igazgatóját, és kollégáinkat, Bóka Mátét, a Pécsi Hírek, és Mokos Tibort, a Pécs TV főszerkesztőjét, ezúttal vendég minőségében. Nézőinknek pedig javaslom, hogy kérdezzenek, üzenjenek, mondják el véleményüket a képernyőn látható elérhetőségeinken, legyenek részesei műsorunknak. Egy friss információ, új az SMS számunk, úgyhogy ne rutinból üssék be a számokat, mondom is, 32 33 54 80, tehát erre várjuk az SMS-eket, de lehet telefonálni, vagy pedig e-mailt írni is. Egy tévésnek vagy újságírónak rettentő fontos, hogy vajon mennyien nézik, olvassák azt, amit csinál, és miként vélekednek róla, ezért aztán mindig türelmetlenül várjuk a visszajelzéseket, hogy beszélnek-e rólunk, hívnak-e bennünket, küldenek-e nekünk SMS-eket, mint ahogy most is erre várunk, bombáznak-e a problémákkal. Mi a mindennapokban ez alapján tudjuk leszűrni, hogy vajon milyen kép is van rólunk, tényleg néznek-e, olvasnak-e bennünket, de ez olyan szubjektív eredménynek tűnik. Mennyire exaktan mérhető mindez egy véleménykutatás keretében? Hát elég exaktan mérhető. Igaz, hogy mi nem egy klasszikus médiaanalízist készítettünk itt el. Inkább röviden ismertetném azt, hogy mivel bízott meg minket a Pécsi Média Központ Kft., illetve mi volt ennek a kutatásnak a célja. Ez egy 1003 fős, de hát alapvetően 1000 fős pécsi reprezentatív mintán végzett kutatás, amit face-to-face módszerrel, tehát személyes megkeresések módszerével végeztünk el. Viszont nagy figyelmet fordítottunk még a mintaválasztás esetében arra is, hogy a város minden területéről belekerüljenek a mintába az emberek. Tehát létrehoztunk 48 körzetet, és úgy küldtünk ki a kérdezőinket, hogy mind a 48 körzetből kérdeznek. Tehát nem mindegy, hogy valaki Messzesen lakik, Vasason lakik, Uránvárosba, Kertvárosba, illetve a Mecsekoldalba. Ezek az emberek mondjuk szociodemográfiai szempontból teljesen más ismérvel rendelkeznek, és hát ezért volt az, hogy, és ezért gondoltuk azt, hogy az átlagosnál is jobban figyelmet fordítunk erre a mintaválasztás során. Hát mielőtt az eredményekbe belecsapna, mert itt mindannyian erre vagyunk kíváncsiak, és szerintem a nézők is, azért hadd kérdezem a főszerkesztőket, hogy mennyire sorsdöntő egy ilyen eredmény? Tehát ti mennyire izgatottan, körömrágva vártátok, hogy elolvashassátok, hogy mi jött ki ebből a közvéleménykutatásból? Hát én személy szerint nagyon kíváncsi voltam annál is inkább, mert nem nyílt lehetőségünk arra már hosszú ideje, hogy ilyen reprezentatívnak mondható felmérést készítsünk. Nem tudom, ez a szakember dolga, hogy eldönts, hogy mennyire tekinthető ez reprezentatívnak. Miután meglehetősen kedvező eredményeket hozott ki a média központra nézvést, ezért úgy gondolom, hogy mi ezt tekintjük reprezentatívnak, ezeket az eredményeket. De valóban sokszor még minket is megleptek az eredmények, és azok ránk nézve hízelgő volta. Ezzel együtt nem gondolom, hogy abban a tekintetben sorsdöntő lehet, hogyha egy szervezet amúgy is tudja, hogy mi a hivatása, vagy amúgy is tudja, hogy mi a feladata, hogy ezt jelentősen befolyásolhatja, mindenképpen intő példákkal szolgálhat, és felhívhatja nagyon sok fontos leendő csapásvonalra a figyelmet, ahogy ez meg is történik. Máté, te mennyire voltál kíváncsi? Tulajdonképpen én is kíváncsi voltam rá. Igazából, amit Tibor említett, hogy meglepő eredményeket hozott a számunkra egy picit ez a kutatás, ami ugye ezt pozitív értelme kell venni, és ezért is gondoltam azt, hogy elsősorban inkább a kritikákat próbáljuk szem előtt tartani, azokkal foglalkozni. Nyilván szeretnénk azt, hogy azok az eredmények, amik így most ezekben a kutatásokban, vagy ezekben az adatokban megjelentek, ezek alapján tovább folytassuk azt a munkát, amit csinálunk, de a kritikákat azt nagyon, nagyon meg kell szívleni, mert szerintem a sokkal fontosabb.
Mennyire reprezentatív? 1300 fő az már elég 1300 ahhoz, hogy ezt fő. Mondtuk, 1300. Induljunk ki abból, hogy átlagosan egy országos reprezentatív mintás kutatás, mondjuk egy omnibus kutatás, vagy egy exkluzív kutatás, ami azt jelenti, hogy hát az omnibus azt jelenti, hogy több cég kéretőzik rá erre a kérdőívre. Ez átlagosan olyan 1000-1200 főn szokott megtörténni. Mi Pécset, ami azért egy sokkal kisebb sokaság, 1000 főt kérdeztünk meg, és azért is említettem még, hogy mindenki, minden terület kerüljön ebbe a mintába, vagy minden rétegnek a véleményét fel tudjuk mérni. Ez abszolút annak számít. Egyébként a korra, nemre, iskolai végzettségre és település típusra szokott az országos reprezentatív minta. Ezek az ismérveknek megfelelően szokott reprezentatív lenni. Itt Pécset korra, nemre, iskolai végzettségre reprezentatív ez a minta, és hát tulajdonképpen területekre is. Maga az elemzés több oldal, grafikonokkal, számokkal színesítve, megspékelve, nagyon röviden hogyan tudná összefoglalni, hogy milyen eredmény született? A kutatás céljára mondanék azért még két szót. Itt alapvetően az volt a kérdés, hogy mennyien nézik, tehát a város lakosságának milyen, mekkora hányada nézi a Pécs TV-t valamilyen gyakorisággal. Ez volt az első kérdésünk, illetve mennyire olvassa pécsi híreket, tehát hány százaléka, milyen hányad olvassa pécsi híreket. Utána megkérdeztük azt, illetve mértük azt, hogy mennyire elégedettek azok a válaszadók, akik nézik vagy olvassák ezeket a médiumokat, ezekkel az újságokkal, illetve a tévével, és rákérdeztünk tulajdonképpen három műsor, hogy az mennyire népszerű, mennyire nézik, mennyire tetszik ez nekik. Hát akkor kezdjük azzal, hogy mennyien néznek bennünket, illetve mennyien olvasnak bennünket, és akkor kíváncsi leszek a véleményetekre is, hogy elégedettek vagytok ezzel. Összességében több mint 60% a város lakosságának az, aki valamilyen gyakorisággal figyeli a Pécs TV műsorát. Ezen belül viszonylag magas szám az, aki hetente legalább többször, tehát ez azt jelenti, hogy naponta, napi rendszerességgel, vagy hetente többször nézi, ez 26%, összességében egyébként 13,4% nyilatkozott úgy, hogy naponta figyeli a Pécs TV műsorát. És aki legalább heti rendszerességgel, az 45%. Összességében ez több mint 60% egyébként, mert a negyedik gyakoriságunk az volt, hogy ritkábban, mint mondta. Ez jónak mondható, összességében úgy gondolom. Kiindulni abból, hogy rengeteg tévéadás van, rengeteg magyar nyelvű tévéadást lehet elérni most jelen pillanatban, főleg egy városi lakos számára. Itt vannak a kábeltévék, tehát szerintem átlagban 30-40 magyar nyelvű adást mindenki elér. Elégedett a főszerkesztő az eredménnyel? Egy főszerkesztő soha nem elégedett az eredménnyel. Azzal a véleményen vagyok, amit itt Máté is említett, hogy nekünk ennek az elemzésnek a minket érintő negatívumait kell inkább kivenni, tehát amit még javítani kell. Ezzel együtt én is úgy gondolom, hogy a napjainkban, amikor tényleg a legolcsóbb szolgáltatói csomagban is 30-40 magyar nyelvű csatornát foghat, én azt gondolom, hogy ez egy tisztességes eredmény, őszinte leszek, jobb, mint amit vártam ezzel kapcsolatosan, de hát nyilván nem is én vagyok a szakember. Ezzel együtt folyamatosan, ahogy egy közvélemény kutató cég is ezt teszi a magunk eszközeivel, nekünk is folyamatosan szondázni kell, és majd erről nyilván beszélünk, hogy mik ezek az eszközök, és szondázzuk is a nézői véleményeket, hiszen minél többet építünk be ezek közül a műsorba, annál jobb lesz legközelebb az ilyen mérésnek az eredménye. Pécsi Hírek esetében mennyien olvassák? A Pécsi Hírek esetében az egy teljes, ezt indul ki abban, ez egy teljesen más médium az írott sajtó, mint a tévé. Az utóbbi időben is teljesen más tendenciák zajlottak le ezeknek a médiumoknak az olvasottságában, megvételében. Itt nagyobb az elérési arány, ha 51% rendszeresen olvassa a Pécsi Híreket, és több mint 75% az, aki rendszeresen vagy ritkán, de olvassa és valamilyen szinten belenéz. Ennyit kérdeztünk egyébként meg, tehát nem többet, ennyit tudunk mondani ez a napján a kutatás alapján, és még értékeltettük is a két médiummal való elégedettséget, az iskolai osztályzatoknak megfelelően ez a legegyszerűbb, ezt mindenki tudja, hogy mit jelent az egyes, mit jelent az ötös, tehát a Pécs TV-vel való elégedettség az majdnem négyes, átlagosztályzatot kapott. Természetesen itt már csak az értékelt, aki vagy nézi ezt a
műsort, vagy nézi a tévét, vagy olvassa az újságot. Tehát 3,92 lett a Pécs TV-nek az átlagosztályzata, a Pécsi Híreknek pedig 4,22. Pécsi Hírek leelőzött bennünket. Mit szól hozzá a főszerkesztő? Hát örülök neki természetesen, hogy egy picit itt a házi versenyt megnyertük, de azt hiszem azért ez nem akkora előny, amit ne tudnátok behozni. És tulajdonképpen nem is ebből kell kiindulni, hiszen mi hetente egyszer jelenünk meg. Eljutunk ugyan 70 ezer háztartásba, de nem minden nap adunk mondjuk egy híradót. Ellenben a legújabb termékünk, úgymond a Média Központ termék, az pont ezért jött létre a pécsva.hu, hogy egy picit próbáljuk meg azt a célközönséget is elérni, akit most mondjuk nem tudunk, interneten keresztül esetleg ők inkább olvasnak, vagy látnak majd minket. Ez egyébként erről a nem szólt a kutatás, tehát a Pécs már olyannyira friss termék. Még nem indult, és ezt még hozzátennék annyit, hogy a kettőt egyáltalán nem érdemes összehasonlítani, mert annyira különböző a kettő médium, hogy hát egymás mellé felesleges tenni, csak azért mondtam el, mert ugyanazzal a módszerrel mértük, és mégiscsak kijött egy átlag. Kijött egy átlag itt is, és kijött egy átlag ott is, de a kettő összehasonlíthatatlan, számtalanul összehasonlítható, de ha valaki tudja, hogy mi van a két médium mögött, hogy milyen, tényleg milyen tendenciák mentek végbe az utóbbi, mondjuk a rendszerváltás után, a írott sajtóban, az elektronikus médiumokban, akkor a kettőt tényleg nem szabad semmilyen szinten összehasonlítani, maximum számtanilag össze lehet vetni, az egyik nagyobb, mint a másik. De teljesen szakmailatlan lenne ezt a kettőt összehasonlítani. Ezekről fogunk még sokat beszélgetni, hogy mit miért csinálunk és mit tervezünk a jövőben, de most előbb nézzük meg, hogy Pálma Zsolt hogyan vélekedik a városi médiumokról. Pécs polgármesterét Mesztegnyei Jóbert Krisztina kérdezte. A Pécsi Média Központ nagyon fontos szerepet tölt be. Ezt nem csak azért mondom, mert ez egy időválasz erre a kérdésre, hanem tényleg így gondolom, hiszen a városi hírek, a város életében történt eseményeknek a tolmácsolásában, közvetítésében a Média Központnak amúgy is nagy szerepe kell, hogy legyen, elvileg is, és gyakorlatban úgy látom, hogy a Pécsi Médiaház Média Központ ezt a szerepét jól tölti be. Azt ad igényt, azt az elvárást, hogy a város történéseit az itt lakóknak továbbítsa ezt az elmúlt időszak alapján, és nem csak arra gondolok, hogy amióta polgármester vagyok, tehát hanem az előtte lévő időszakot is ideértem. Tehát ezt a feladatát jól látja el meglátásom szerint. Hogyan látja az önkormányzat, mennyire tudja kihasználni a tulajdonában lévő három médium adta lehetőséget? Én úgy látom, hogy itt azért vannak tartalékok, tehát hogyha még nagyobb odafigyeléssel, még nagyobb intenzitással törődnénk ezzel a lehetőséggel, akkor még többet tudnánk kihozni ebből a lehetőségből. Én azt látom, hogy sokszor információk elcsúsznak még így is, hogy van sajtóreferens a Városházán. Igyekszünk a fontos eseményekről sajtótájékoztató keretében kollégáim és jó magam is információkat adni. Azért még mindig vannak olyan helyzetek, amikor azt érzem, tapasztalom, hogy nem minden híradás jut el az itt élőkhöz. Úgyhogy mindenképpen az a cél választási időszak ide vagy oda. Az új ciklusban, hogy ez a helyzet javuljon, még hatékonyabbá váljon. Hogyan képzeli el a Médiaház jövőjét? Mindenképpen fontos-e az, hogy a médiumok összpontosuljanak egy helyre? Ez nincsen kőbevésve, tehát én nem tartom azt követelménynek, hogy a három médium egy fizikai egységen belül, egy épületen belül egy irányítás alatt legyen. Ez a helyzet azért állt elő, amikor az előző városvezetés ezt a lépését megtette, mert valószínűleg és igazuk volt minden bizonnyal a költségvetésnek a sanyul helyzete kényszerítette ezt a lépést ki, azaz a költségek megtakarítása vagy szűken való kezelése okán történt meg ez a döntés, de szakmailag én úgy láttam nem váltott ki ellenkezés, tehát az újságíró szakma a médiumoknál dolgozók ezt tulajdonképpen logikus lépésnek tekintették. Én a magam részéről ezt nem kívánom felborítani, sem most, sem később, hiszen egy jó működő rendszer. Ha ez esetleg olyan fajta tapasztalatok gyűlnek össze a következő időszakban, hogy mégiscsak érdemes lenne változtatni, akkor nyilván meg kell gondolni az akkori polgármesternek a választás után majd, hogy kíván ezen változtatni. Én ennek a szükségességét nem látom egyébként. Az újság és a tévé régóta működik, az online felület az egy új valamiként jött be. Hogyan látja ennek a szerepét, az online internetes oldal szerepét?
De van őszintén, most csak nagyon ilyen elvont választ tudok adni, mert én magam nem élek ezzel a lehetőséget, tehát nem tekintem meg minden nap ezeket az online tudósításokat, egyszerűen nincs napközben idő, lehetőség, mód. Én inkább egyébként a pécsi híreket szoktam leginkább figyelemek is, a hétvégén azt majdnem mindig elolvasom a mindegyik oldalát, úgy értem, tehát elég alaposan. Az online ügyekről viszont az a véleményem, ami egyébként egy közhely, tehát én most csak egy általános véleményt mondok és közvetítek, amivel egyetértek egyébként, hogy az online felületek ki a jövő. Tehát egyre inkább arra felé fordul a világ, hogy az online, az internetes hozzáférés révén, akár menet közben, utazás közben, a világ távoli pontján is egy érdeklődő, bármilyen ügyben ezek alapján tud információhoz jutni, tehát egy pécsi polgár mondjuk egy távol helyre utazván is tudja akár napi szinten figyelni a pécsi eseményeket, és ez valóban kényelmessé teszi a hírfogyasztókat, hogy akkor ilyen alapon tudjanak a hírekhez hozzáférni. Azaz ez jelzi önmagában, hogy ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, jövő előtt álló lehetőség, és minden bizonyos sokan, egyre többen élnek majd ezzel az eszközzel. Hát az nagy előny, hogy a három médium egy épületben működik, ezt a polgármester úr is megerősítette, és azt is, hogy ez nem csak amiatt jó, hogy együtt vagyunk és közel, hanem sok minden más módon is tudjuk egymás munkáját segíteni, szinte egymásra épülhet ez az egész információs háló. Ti is így látjátok, hogy ezen a nyomvonalon kell tovább menni? Hát én abszolút így látom. Tehát gyakorlatilag most az újság és a tévé szerkesztőség az egy közös teremben van, és a szerkesztőségi üléseket ugye minden nap mi követjük, tehát a Pécsi Hírek, illetve a pécsma.hu szerkesztő az minden nap ott ül bent, és figyeli azt, hogy ti mit csináltok, hova mentek, merre jártok, és sok esetben bizony a tévés anyagokat tudjuk mi használni föl, és használjuk is őket. Tulajdonképpen bejön egy információ, és az mindjárt három fele tud szóródni, három kimeneten tud a nézőkhöz, olvasókhoz eljutni. Ez most már elég régóta így van, és egyre inkább fejlesztük is ezt az irányt. A tévé esetében ez miért jó? Hát ugyanamiatt, ami miatt az újságnak jó ez, és amit te is remekül összefoglaltál. Tehát vegyük ezt egy olyan rendszernek, aminek van egy bemenete, és van számtalan kimenete, még egy médiumon belül is, hiszen azt ugye ti is eldönthetitek, mint szerkesztőség, hogy miből készítetek kis színest, miből ez kolumnás vezércikk. Ez nálunk is ugyanígy van. Mi az a téma, amihez még vendéget is hívunk, és mi az a téma, ami egy rövid tudósítás formájában elfér. A honlapról még annyit, amit polgármester úr is mondott, illetve általában az internetes megjelenésről, valóban ezért a jövő. Nagyon kevés olyan televízió, szerintem nincs is olyan televízió, amelyik holnappal nem rendelkezne, hiszen most már a tegnap alakult Zaphegyező Betéti Társaságnak is azonnal van egy honlapja, hiszen ez elvárás, ezt a piac meg is követeli. De más az a honlap, amit a fő tevékenység mellett ugye szükségből erént kovácsolva csinál magának az ember, mert hogyha már van televízió, akkor az a televízió legyen kint egy honlapon is. És amennyire én látom, és ebben majd egyetértesz vagy nem, hogy ez a honlap, ugye, amit mi üzemeltetünk, ez viszont nem arról szól, hogy a televízió által elejtett híreket, vagy az újság farvizein mentén kialakuló híreket tömörítsük egy kis világhírekkel elegyítve, hanem ez egy önálló arculattal rendelkező, önálló sajátos médium. És hát annak pedig valóban számlálhatatlan előnye van, hogy közös szerkesztőségi értekezleteket tartunk, egész egyszerűen a több szem többet lát alapon. Tehát nehezebb, nagyon nehéz így már elmenni olyan események mellett, amik mellett az nem illik. Egyébként pont az internetes újsággal kapcsolatban már érkezett kérdés, hogy van-e helye Pécsett a többi internetes újság mellett egy újabbnak. Tehát nem érzed-e úgy, hogy nagy a konkurencia? Hát a konkurencia ez nyilván úgy van, tehát ezt nem mondhatjuk azt, hogy nincs meg, de azt hiszem elférünk. Tehát ez a, pont ez a szegmense hiányzott szerintem a városban az internetes felületeknek, ami a városi. Tehát ez a városnak a lapja, ez nem gazdasági társaság által üzemeltetett lap, ez a városnak kell, hogy önmagának érezze ezt a felületet, ezért hoztuk létre, tehát ezért én úgy gondolom, hogy van helye. Internetes újságokról is szoktak közvéleménykutatást készíteni? Igen, szoktak, habár ezt az utóbbi időben kezdték el, amikor nagyon elterjedt ez a fajta újság, de általában leginkább a tévéről, ami a legelterjedtebb és a legismertebb, ezt egy
közvéleménykutató cég csinálja talán több mint egy évtizedeit Magyarországon, az AGB Nielsen, és még fogja is 2018-ig. A többieknek is, mi is csináltunk médiaanalíziseket, mértük ezeket az újságokat, mértük a rádiókat, a tévéket, az ingyenes újságokat és az egyéb írott sajtót. Akkor még, amikor mi legutóbb egy ilyen nagy kutatást csináltunk, még az internetes újság nem került elő, viszont teljesen más módszert is igényel ez. Nem, viszonylag keveset láttam erről az utóbbi időben, de nyilván vannak ilyen mérések. Egyébként ugye folyamatosan változik a trend, hogy mi érdekli leginkább az embereket, honnan szerzik be az információkat. Most ön hogy látja? Az újság, a tévé, a rádió, vagy az internetes újságírása jövő? Mit néznek, olvasnak szívesebben? Teljesen más tendenciák mentek végbe az elmúlt 15-20 évben ezekben az újságban, az elektronikus médiumokban és az írott sajtóban. Most erre a kettőre koncentráltunk itt a kutatás során. Egy-két adatot elmondanék, hogy akkor a nézőknek is valószínű világos lesz, hogy mibe kell elhelyezni ezt a két médiumot, a Pécs TV-t, illetve a Pécsi Híreket. A tavalyi májusi adatok szerint 82 darab olyan magyar nyelvű tévécsatorna létezett, ami elérhető volt. Ez idén májusra 91-re nőtt. Az azt jelenti, természetesen ezt valószínű nem tudja egyszerre mindenki fogni, de az látszik, hogy milyen óriási kínálat van ebben az ügyben. Van egy, ez is az AGB-nek a mérése, egy olyan minden évben nyilvánosságra hozott mérés, hogy mennyi az egy nap átlagosan tévénézésre fordított idő Magyarországon a 4 évnél idősebb korosztályban. Ez a legutóbbi adat szerint, ami egy júliusi adat, 4 óra 16 perc volt egy naponta, igen, ez egy nagyon nagy idő, de nem sokkal több a 2009-es átlag, és az 4 óra 25 perc. Tehát nyáron alig néznek kevesebb tévét az emberek Magyarországon, mint éves átlagban. Hát olcsóbb, mint elutazni valahol. Igen, hát ez ahhoz képest, hogy esetleg viszonylag drágának érzik azt az esetleg 8-10 ezer forintos árat, amit havonta kifizetnek egy ilyen szolgáltatónak. Ennyit, hát hogyha ezt is figyelembe veszük, hogy mennyit nézik a tévét, akkor ez nem tűnik soknak. Akkor az azért elég jó adat, nem? Hogy ha 4,5 órát néznek átlagban az emberek televíziót, mindenféle csatornákat, ebből a Pécs TV-t alkalmanként, akik nézik, legalább fél órán át nézik. Igen. Erre mondanék egy olyan adatsort, egy olyan tendenciát, ami az elmúlt 5 évet jellemezte. Különböztessünk meg három, illetve az AGB négyféle csatorna típust különböztet meg. Az egyik a földi sugárzású csatorna, ebből 3 van, ugye. Ez ebben a 4 óra 25 percnek az 52%-át foglalja el, tehát az azt jelenti, hogy több mint 2 órát nézik ezt átlagosan az emberek. Viszont ha az elmúlt 5 év tendenciáit vesszük figyelembe, akkor az megfigyelhető volt, hogy ez közel 20%-kal csökkent ez az arány. Előre törtek az egyéb kábelcsatornák, ilyen, tehát mondjuk a természetfilmek, a hírek, a zenék és sporttévék, és ez 15%-kal több, mint 5 évvel ezelőtt volt, tehát ez közel 40%-ra emelkedett már, tehát több, majdnem 10%-kal megközelítette ezt, és ami számunkra nagyon érdekes, hogy van egy egyéb kategória, amiben a helyi tévék és az idegen nyelvű adók szerepelnek, ez viszont több mint kétszeresére nőtt ez alatt az 5 évvel, 2,2%-ról emelkedett 4,9%-ra. Hát, ha kiszámoljuk, hogy ez a közel 5%-os arány, ez a 4 óra 25 perces napi átlagos tévénézésre fordított időt veszük figyelembe, akkor ez körülbelül 12 perc. Tehát ez a 12 perc oszlik meg az idegen nyelvi csatornák és a helyi tévék között. Hát, hogyha egy becslést teszünk, akkor körülbelül 10 perc jut egy helyi tévének. Nyilván ez átlagos adat. Amit jobban szeretnek, lehet, hogy 11 is, lehet, hogy csak 8 a másiknak. Tehát ebben a közegben működik most jelen pillanatban 2010-ben Magyarországon a Pécs TV. A legtöbb helyen azt hiszem, ha jól gondolom, van helyi tévé. És ez az AGB adat, ez egy átlagos, országos átlagos adat. A másik az egy teljesen más tendenciát vett fel az írott sajtó. Itt az elmúlt 20 évben egy
óriási, drasztikus csökkenés lett figyelhető meg. Ez, ha valószínűleg ez is érdekes lehet a mindenki számára, mert nem hiszem, hogy annyira közismert, egyébként nagyon gyorsan elérhető adat. Ha napilapokat veszik figyelembe, a Népszabadság egy kicsit az utóbbi másfél-két évben a válság hatására csökken, és még, gyorsan, még jobban meggyorsult, elérte azt 80 ezres példányszámot. Tehát ugye, ha induljunk ki abba, hogy honnan indult, tehát körülbelül 1 milliós, vagy még nagyobb példányszámról indult, de még néhány évvel ezelőtt is 250 ezer példányt adtak el. És ez magasan vezet még mindig a második magyar nemzethez képest, ami 50 ezer. Közben érintett egy nagyon fontos témát, a helyi médiumok szerepe, a helyi újság, helyi tévé. Vajon mennyire mérhető, mennyire hasonlítható össze egy országos tévé újság erejével a helyi média, mindaz, amit mi csinálunk? Hát azért örülök annak, amit igazgató úr itt az imént adatokkal igazolt, mert nekem régóta volt egy ilyen veszőparipám, persze laikusként, hogy az egész dolgot nem túl okoskodva, de mégis egy kicsit ilyen információelméleti oldalról megközelítve, az ugye nehezen vitatható, hogy a világon egyre több információ keletkezik. Bizonyos mérések szerint aztán negyed óránként megduplázódik a keletkező információjuk száma. Nem azért, mert sokkal több minden történik, mint annak előtte, hanem mert a csatornák kitágulnak és meg is sokasodnak. Most ebben nem tehet, mivel ennyi információt létezhetetlen befogadni, ugye az embereknek, ezért egyetlen megoldás adódik számukra, vagy az egyik megoldás az, hogy az érdeklődésük az a szűkebb környezetük felé fordul. Tehát a világból érkező összes információt képtelenség befogadni, és ennek esetleg lehet egy olyan pozitív hatása, hogy a saját szűkebb környezetük jobban elkezdi őket érdekelni. Most ha ez így van, már pedig az adatok ezt kezdik alátámasztani, hogy ennek egy ilyen hatásmechanizmusa van, akkor a jövő a helyi vagy a regionális televíziózási mindenképpen. És hát erre pedig a médiumok ugye többfajta választ adhatnak, hogy mit csinálnak ezzel az iszonyatos információ dömpinggel, adhatják azt a választ, amit az internet, hogy nem szelektálnak. Tehát mindent föltesznek az internetre, előbb-utóbb minden ott lesz, elérhető lesz, ha nem most, akkor majd holnaptól. És azt is megtehetik, hogy szelektálnak, mégpedig kétféleképpen. Az egyik az, amit igazgató is említett, tehát tematikus csatornák jönnek létre. Csak sportcsatorna, csak franciáknál elterjedt a művészeti csatornák, tehát ahol csak kultúrcsatornák vannak, vagy természetfilmek. És szelektálhat egy másik módon is, és ez a helyi televíziózásnak az alapvetése, hogy azt mondja, hogy a szűkebb pátriánk felé fordulunk mi is, követve azt a nézői vagy befogadó igényt, ami ebből kialakult, és mi nem témákban, hanem helyileg szelektálunk, és azt mondjuk, hogy számunkra az a legfontosabb, ami ebben a városban történik. A világhíreket azt úgyis meg lehet nézni a CNN-en, ami történik az országban, arra ott vannak az országos csatornák. Mi viszont abban vagyunk a legjobbak, és azt tudjuk meg csinálni a többieknél jobban, hogy azt mutatjuk meg, hogy itt mi történik a városban. Ez a dolgunk. Így van, az a kutatásból egyébként ez ki is jött, amikor megkérdeztük, hogy mi a kedvenc műsora mondjuk a Pécs TV-n az embereknek, akkor körülbelül egy 35% pontosan megnevezte a Pontma című műsort, de hogyha összevonjuk ezt a hírekkel és a híradásokkal kapcsolatos válaszokkal, akkor több mint 40% gyakorlatilag a helyi híreket nevezte meg a kedvenc műsorának a Pécs TV-n belül, és utána jönnek egyébként azok is helyi hírek, csak specializáltan sporthírek, kulturális hírek. De gyakorlatilag nyilván ennek van szerepe itt, és ebben van a lehetőség. És erre is kell valószínű mozdulni a helyi médiumoknak, hogy ezeket kell részletesebben, és az országos médiumoknál pontosabban tálalni a helyi közönség felé. Mindjárt látjuk, hogy mi merre fogunk mozdulni, de előbb következik ismét egy kis összeállítás, hiszen ha nem is több ezres reprezentatív mintán, de mi is végeztünk egy ögtönzött közvéleménykutatást a Pécs TV-ről, a pécsi hírekről, vajon hogyan vélekednek az érintettek? Megkérdeztük nézőinket, olvasóinkat. Pécsi híreket szoktad olvasni? Igen, szoktam újságot, azt belelapozok. Mennyire ismered az új pécsma.hu oldalt, ami szintén a város híreit ossza meg? Szoktam nézelődni, most pillanatnyilag a költözés miatt nincs netem, de ott szoktam, igen. Igen, ott szoktam tájékozódni a kulturális programokról, meg egyebekről is.
pécsi híreket mennyire ismeri, mennyire olvas? Ismerem a pécsi híreket, hát szoktam, persze természetesen a pécsi híreket, ezt szoktam olvasni. Pécs TV-t vagy a pécsi híreket? Igen, igen, inkább éjjel. Van egy kislányom, úgyhogy mellette vírasztok sokszor. Hát én nem annyira, én inkább az újságot. És megjelent egy új internetes oldal, a pécsma.hu. Ezt mennyire ismeritek? Nem ismerem, sajnos nincs otthon internetem. Én hallottam már róla, hogy van ez a honlap, de még nem voltam fönn. A városról az információkat honnan, milyen médiumból szerzik be? Az újságból, főként internetről, tévéből. Pécsi híreket szoktam olvasni? Ritkán. És megjelent, hát a pécsma.hu internetes oldal, ezt mennyire ismeri? Hát inkább a férjem az, aki tájékozódni szokott, és ő tájékoztat engem is. Nem szoktam tévét nézni, inkább újságot olvasok, vagy az interneten. A pécsi híreket, illetve a pécsma.hu-t mennyire ismered? A pécsi híreket szoktam olvasni. A pécsma.hu az egy új internetes oldal, azt mennyire ismered? Nem, még nem hallottam róla, most hallok róla először. A városról szerzett információkat milyen médiumból szerzik be, esetleg a Pécs TV vagy a pécsi hírek? Hát ez is, az is. Tehát szokták nézni a tévét? Szoktuk nézni a tévét, igen. Az internet az mennyire áll közel hozzád önök? Hozzám annyira nem. Megjelent egy új oldal, a pécsma.hu, ami szintén a város híreit teszi közé. Ez mennyire ismert? Én ezt egyáltalán nem ismerem, egyébként én csak félig meddig vagyok pécsi. Véleményt hallottunk, a pécsma.hu-t még nem nagyon ismerik, de azért ez nem csodált, alig egy hónapja, vagy másfél hónapja hát indult. Júniusban indultunk el igazából, de... De hát nyilván ezt nem lehet ilyen gyorsan bevezetni. Tehát próbáltunk azért elég komoly kampányt készíteni az oldalnak. Hát egyelőre ilyenek a vélemények, de egyébként szerintem ahhoz képest, hogy ez egy néhány hónapos történet, egészen jók a látogatottsági adataink. Tehát ez egy induló félben lévő dolog, de ez a cél, hogy ez minél jobb legyen. Ott is ez a szempont, hogy a helyi a lakókörnyezetünk szempontjából fontos eseményeket gyűjtitek csokorba? Természetesen ugyanaz, mint a pécsi híreknek a feladata, tehát ugyanaz az alapfeladatunk, csak itt egy nyilván sokkal gyorsabban kell reagálnunk, hogy nem egy heti lapról van szó, tehát nem várhatunk az eseményekkel, de ugyanaz a célunk. És ha már internetes felület, a Pécs TV-nek is van internetes felülete, ami igencsak nézett, igencsak látogatott, ezt tudjuk nyomon követni, nem is kell közvéleménykutatás hozzá, hiszen a letöltésekből látjuk, hogy nagyon sokan nézegetik az anyagainkat. A videótár ugye a legfontosabb termékünk, ezt miért tartott fontosnak? Hát egyrészt emiatt, hogy ez mindenképpen egy fontos visszacsatolás, mert csalafinta adatok tudnak kijönni, miután embedelni lehet bizonyos videófájlokat, meg át lehet irányítani más honlapokra, ez nem mindig ad ki hiteles eredményt, de végülis tájékozódási pontként mindenképpen az fontos lehet, hogy bizonyos műsorelemekre, vagy bizonyos műsorokra, akár még arra is, hogy bizonyos szerkesztők műsoraira hányan kattintanak rá, nem feltétlen mérvadó ez sem, de tájékozódási pontot jelent. Azt viszont kevesen tudják, hogy nem csak a már elkészült és adásba került műsoraink tekinthetők meg visszamenőleg a honlapunkról, hanem ott van egy olyan felület, ahol a Pécs TV élő műsora, tehát jelen pillanatban ez az adás is, amit most a kedves nézők néznek, ez is most néhány tized másodperc eltolással, de megtekinthető streamelt formában, hogy ilyen kifejezéssel éljek, hogyha a www.pecstv.hu honlapra valaki rákattint, ott talál egy olyan fület, hogy élő műsor, és hogyha van egy megfelelő Winamp lejátszója, akkor folyamatosan figyelemmel kísérletezünk. Szokták kérdezni, hogy mennyi a Pécs TV potenciális nézőszáma. Hát ilyet már nem is érdemes kérdezni gyakorlatilag, hiszen akinek internet hozzáférése van. Majd, hogyha mindenkinek lesz a földön, akkor 6,5 milliárd lesz a potenciális nézőszámunk. Ez persze vicc, de mindenképpen azt abban a tekintetben előnyt jelent, hogy akinek se kábelen, vagy valamilyen módon sugárzási viszonyok miatt a levegőből se érkezik be az adás, az interneten bármikor elérheti. És bárhonnan. A műsor elején azt mondtátok, hogy igazából nem befolyásolt titeket egy közvéleménykutatás eredménye, hiszen alapból is az a feladat, hogy folytonosan megújuljon az a lap, az a tévé, amit vezettek. Ilyen változásokat valóban tapasztalhattak a nézők az elmúlt időszakban, a tévé esetében is, és az újság esetében is. Kérdezik is tőled, Máté, hogy a jövőben mi várható, lesz-e formai tartalmi változás, lesz-e valamikor gyereksarok, például erre is kíváncsi valaki?
Nyilván itt a közvélemény-kutatás eredményei, és azért csak-csak figyelembe vesszük ezeket az adatokat. A gyereksarok igen, elképzelhető, hogy lesz, nem tartom kizártnak, hogy egy picit a fiatalabb korosztályt is megcélozzuk, tehát van egy ilyen elképzelés. Hogy formai tartalmi változás lesz-e, én tervezem azt, hogy egy picit az újságot egy picit átalakítjuk, nem kell egy komoly változásra gondolni, apróságokról van itt szó, de egy picit más arcolat lesz. Viszont valaki kevésnek találja a véleménynyilvánító írásokat, a publicisztikákat, azt kérdezi, hogy lesznek-e végre odamondogató írások? Hát odamondogatóra azért nincs szükség, de publicisztikát szintén szeretnénk egy picit többet tehát megjeleníteni alapban, és hát a riportok, illetve az interjúk azok felé szeretnék én elmenni, tehát az lenne jó, hogyha egyre több lenne. TV-vel kapcsolatban is érkezett kérdés észrevétel. Azt írják, hogy sokat javult az utóbbi időben a Pécs TV műsora, köszönjük, különösen a híradójuk tetszik, nem lehetne csökkenteni ebben a beszélgetéseket, és inkább több riportot adni? De természetesen lehetne, hát minden elhatározás kérdése. Az ilyen vélemények vagy hozzászólások mindenképpen arra felé lökik az embert, hogy elgondolkodjon erről. Azért a hírműsorokon belüli beszélgetések funkcióját nem árt tisztázni. Tehát ez nem azért van a beszélgetés a hírműsorban, hogy meglegyen a szintiszta műsoridő, hanem azt a célt szolgálja, hogy ha valami olyan témával találjuk magunkat szemközt, amit a hagyományos híradó riportok, tudósítások műfaji keretein belül nem tudunk oly mértékben feldolgozni, mint amint azt a téma megérdemelné, akkor kvázi háttérbeszélgetésként hívunk be szakértőt. Na most az könnyen belátható, hogyha valakit becitálunk a stúdió, nem ő akar bejönni mindenáron, hanem mi behívjuk, hogy szakértői véleményével erősítse meg a hallottakat, látottakat, vagy tegye tisztába a dolgokat, akkor meg vele szemben azért meglehetős udvariatlanság lenne azt mondani, hogy másfél perces beszélgetéseket fogunk folytatni, és utána menjen Isten hírével. Tehát igen, el fogunk ezen gondolkodni, hogyha ilyen nézői észrevétel van, akkor elgondolkodunk ezzel, több riport és talán kevesebb beszélgetés. Egyébként, aki a Pontmát nézi mostanában rendszeresen, az láthatta, hogy sok változás van, vizuálisan is újdonságokat vezettünk be. Ennek vége ilyen lesz, vagy pedig még tovább fejlődik a híradó? Ez egy folyamat. Körülbelül 2 éve lehet annak, hogy itt a képernyőn keresztül felhívást intéztünk a nézők felé, hogy ahogy eddig is, ezután is legyünk mi egy nyitott stúdió, minket bármikor fel lehet hívni telefonon, ismert az e-mail címünk és SMS-eket is lehet nekünk küldeni. Tegyenek javaslatokat, mi az, amiből többet szeretnének látni, mi az, amiből kevesebbet szeretnének látni. Az a fajta struktúraváltás, amit ennek kapcsán elkezdtünk, gyakorlatilag egytől egyig magába fogadta, vagy beépítette azokat a nézői észrevételeket, amiket erre a felhívásra kaptunk. De ez nem egy egyik napról a másikra való brandváltás. Ennek folyamatosnak kell lenni, tehát ennek az interaktív kapcsolatnak a néző és a televízió között ennek folyamatosnak kell lenni. Bár az interaktivitás kifejezés, amikor mi elkezdtünk, te jól emlékszel erre, interaktív műsorokat készíteni, akkor ez nagyon nagy újdonság volt itt Magyarországon, de ma már egészen mást jelent az, hogy egy televízió interaktív, tehát bizony nekünk is ott kell lenni a közösségi oldalakon, például az interneten, ha úgy tetszik, lájkolni lehet a műsorainkat, és egy sokkal naprakészebb, modernebb kölcsönhatásban tudunk lenni. Egy biztos, a deklamáló, kijelentő, a fejekbe információkat súlykoló televíziózásnak annak vége van. Tehát az nem egy működőképes rendszer ma már. Kérdés az újsághoz, kiterjeszthetik-e a jelenlegi környező településekre a terjesztést, mert lenne igény rá? Most csak Pécset kapják? Pécset és a Pécsi Kistérség egyes településein jut el néhány helyre az újság. Nem tervezzük egyébként, de elképzelhető ez is. Tehát semmi sem zárható ki. Azért majdnem 80 000 példányszám, 76 500 példányszám jelenik meg, ez egy nagyon jelentős szám így is, tehát nem hiszem egyelőre. Tibor, beszéltél a híradó megújulásáról, de nem csak ez újult meg az elmúlt időszakban, most már majdnem egy évvel, tavaly november óta egészen új műsor struktúrával is jelentkezett a Pécs TV, és ebben vonatúj műsorok is indultak. Beindult a magazinsáv. Milyen tapasztalatok vannak? Szeretik-e, megszerették-e a nézők? De hogy látod? A magazinsávba készülő műsorokkal kapcsolatosan is folyamatosan kapunk visszajelzéseket.
az, hogy bizonyos értelemben jól csináljuk mi ezt a nyitott szerkesztőség dolgot, arra pont ez lehet példa, hiszen folyamatosan, amikor fölhívnak minket, akkor tudják, hogy valaki érdemben válaszolni tud, vagy legalábbis egy bizonyos rövid időn távon belül megpróbál válaszolni a felvetéseikre. Tehát minket nyugodtan föl tudnak hívni, vagy e-mailt, SMS-t tudnak küldeni, ahogy ezt most is megteszik, ugye. A visszajelzések, hát ugye itt a fából vaskarika, mert mi ugye helyi televízió, az előbb azt mondtam, hogy mi nem tematizálunk, hanem a területi szinten próbálunk meg valami speciálisat csinálni. Ettől függetlenül érzékeltük azt a nézői elvárást, hogy legyenek tematikus műsorok. És akkor, hát pont neked mondom el, akinek oroszlán része volt ennek a kidolgozásában, találtuk ki azt, hogy a szerkesztőink karakterére, vagy habitusára, vagy a szerkesztőinkre, magukra, az arculatukra fogjuk ráírni ezeket a műsorokat. Tehát legyen minden szerkesztőnek, akiben erre igény van, és képessége is van hozzá, saját magazinja. Így alakult ki hétfőnként a sporttal foglalkozó tematikus magazin, a Sportma, ami nem csak aktuális kérdésekkel van háttér, sportfinanszírozási, sportszervezési egyéb kérdésekkel foglalkozik. Így alakult ki a saját műsorom, a Nagyítás, ami egyfajta portré. De így jött létre a kifejezetten a fiatalokat célzó két műsor, a Bodor Gergő jegyezte Manőver, és a Palatai Tamás műsora, az Edzésben a Riporter, mert azt hiszem, abban a közvélemény kutatási adatok is megegyeznek, hogy a középkorosztály, vagy a mondjuk a 14 és 40 közötti korosztálynál nem állunk azért annyira jól. Igen, mint a televízió. Igen. Tehát a legfiatalabb korosztályban mindenképpen. A legkevésbé nézett, legkevésbé a nézettségi adatok esetében szignifikáns különbség van a legfiatalabb korosztály és az idősebb korosztály között, főleg a legidősebb korosztály között. Ez igaz egyébként a pécsi hírekre is. És itt mindenképpen lehetne még valamit keresni. Az is biztos, és ez is figyelembe kell venni, hogy mások a tévénézési szokásaik, más az érdeklődési körük. Tehát őnekik tényleg valami tematikus vagy speciális műsort kellene, illetve olyan az újságban is olyan cikkeket, vagy olyan felületet kellene biztosítani, ami őket érdekli, mert nem biztos, hogy mondjuk a városnak a közéletével még ők nagyon foglalkoznak. Ez a 18-29 éves korosztály, ez volt a legfiatalabb a mérésünk esetében. Felsorolásból hadd ne hagyjam ki a te műsorodat, hiszen az egyik legnézettebb műsorunk a péntekenként jelentkező Egy csepp Pécs, amire nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Sőt, én nem tudom, illetve tudom, hogy te is úgy vagy vele, hogy én is, az ilyen portjellegű műsoroknál. Az a legnagyobb öröm, amikor a néző nem azzal foglalkozik, hogy ez nem volt jó műsor, vagy az jó műsor volt, hanem a témájával azt mondja, hogy na ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ezt a vendéget behívtátok, vagy na ezt nem kellett volna azért ezt a vendéget behívni, és a legnagyobb öröm, amikor javasolnak. Amikor azt mondják, hogy tetszik tudni, ott van az az öreg bácsi, vagy az a fiatal hölgy, azt kellene behívni, mert azzal milyen jó műsort lehetne csinálni. Egyébként ezt többen kérdezték is, jöttek SMS-ek, hogy hogyan lehet javaslatot tenni, hogy kit hívjunk be a műsorokba. Ez abszolút nyitott, úgyhogy várjuk az e-mail címeinken, telefonon, személyesen, mindenféle formában, úgyhogy csak javasoljanak, mi szívesen foglalkozunk bármilyen témával és bármilyen érdekes, színes egyéniséggel. Meg azt is kérdezik például, hogy hol lehet jelentkezni mesemondásra, ugyancsak van egy e-mail cím, az egycseppecs@pecstövö.hu, ide lehet. Egycseppecs? Igen, ez egy ilyen összevont, tehát ide bármilyen javaslattal lehet jönni, ami ilyen típusú, úgyhogy várjuk továbbra is a mesélőket is. Egyébként jött azért néhány olyan észrevétel is, hogy több olyan műsort szeretnének, amiben ismert pécsi személyiségek mutatkoznak be, de hát végül is nyitott kapuk. Sokan közülük már idősek, most kellene bemutatni őket. Ezért ez is lehet egy misszió. Ez is lehet, bár nagyon nehéz valakit úgy egy műsorba beinvitálni, hogy azt mondod neki, hogy tessék szíves lenni bejönni egy portréjáig, mert lehet, hogy jövőre már nem tetszik tudni ennek eleget tenni. De igen, mindenképpen. Tehát vannak olyan személyiségek, nem csak személyiségek, hanem az épített örökségben is vannak olyan dolgok itt a városban, amiket most kellene még elcsípni, mert záros határidőn belül már ezek nem lesznek. Amúgy egy mondat elé visszatérő még a televíziózási szokásokra, hogy nem úgy televízióznak már az emberek, ugye, mint eddig. Tehát inkább ez a szörfözés a jellemző, miután ennyi. Tehát olyan nincs, hogy leülök, és akkor most nekem van egy kedvenc csatornám, és akkor én azt nézem folyamatosan. A gyerekeknél a Minimax persze, de felnőtteknél azért ez már nem így működik, hanem folyamatosan, hát magadról beszélek különben, én is ezt csinálom, hogy egyfolytában nézem, és gyakorlatilag snellbe pörgetem végig a kínálatot, és valamelyiknél leragadok.
Tehát ezért egy borzasztó nagy felelősség, hogy egy olyan aránylag homogén műsorfelületet biztosítson valaki, adott esetben televízió, amire ha rákattintasz, akkor mindenképpen ott balasztal. Nem könnyű. Máté kritikára vágyott, jött egy kérdés, hogy a pécsi híreket sajnos csak vasárnap délután kézbesítik a Napos-dombon. Mi lehet az oka ennek? Hiszen ugye csütörtökön kellene. Hát pénteken van a megjelenés, péntek szombat délig van egyébként a kézbesítési idő. Én találkozunk ilyen problémákkal, én azt szeretném tőlük kérni, hogy jelezzék nálunk, szóljanak ide, mi azonnal szólunk a terjesztőknek, sajnos előfordulnak ilyen problémák, de hát nem biztos, hogy a terjesztő cégnek a hibájából van ez. József viszont azt kérdezi, hogy miért nincs csak Pécs TV-n teletext? Dolgozunk rajta, hogy legyen. Kedves nézőnk, nyilván azért érdeklődik ezután, mert hosszú-hosszú ideig volt. Egy szoftver, illetve a hozzátartozó számítógép meghibásodása kapcsán szűnt meg ez a egyébként nagyon helyes hagyomány. Hát lehet arról beszélni, hogy manapság a teletextnek van-e egyáltalán jövője, vagy a képújságnak van-e jövője. Bizonyos értelemben mindenképpen az internetes felületek ezt kiváltják. Hogyha tömeges igény jelentkezik erre, hogy a teletextet is indítsuk be, amúgy ma már nem feltétlenül erre felé megy a televíziózás, de nem vitatom azt, hogy vannak sokan, akiknek ez mindenképpen információforrást jelent, akkor kísérleteket fogunk tenni arra, hogy ezt visszaállítsuk a teletextet. Az újdonságok között még egy műsorelemről nem beszéltünk, ami viszont szintén nagyon népszerű, a no comment műfaját is bevezettük néhány hónappal ezelőtt. Miről is szól ez? Meséld el azoknak, akik esetleg hirtelen most nem tudják? Hát nagyon bízom benne, hogy roppant kevesen vannak, legalábbis a Pécs TV nézői közül, akik ezt nem tudják. Ez hát gyakorlatilag, ha nem is vágatlan vagy utómunkát nem igénylő módon, de amikor egy bizonyos esemény kapcsán valahol megjelenünk, és ott van a kamera, és nyilván rögzíti azokat a történéseket, amikor zajlanak, abból csak a híradó műsorba, vagy a magazin műsorainkba, annak a nyersanyagnak, vagy annak a képmennyiségnek csak a töredéke kerül rendszeres formában a képernyőre. Viszont olyan elcsípett pillanatok, olyan szép látványok, olyan kis életképek tudnak kialakulni, és olyan emlékezetes hangulatok tudnak megjelenni egy-egy ilyen kazettán, amiket kár lenne nem a nézők elé bocsátani. Ezért aztán az eredeti saját hangjával, nyilván egy picit azért korlátban tartva ezt, de gyakorlatilag, minthogyha vágatlanul tennénk ezt, megint nem igaz, mert persze meg is vágjuk, de hát nem egy tudósítás, hogy egy riport keletkezik belőle, hanem egy perc és négy perc közötti kommentár nélküli, mindenféle szerkesztői közreműködés nélküli anyag. Nagyon szeretik a nézőink. Rekordokat dönt például az internetes rákattintás tekintetében. A Pécs Média Központnak az is törekvése, hogy a kommunikációs fejlődés előre haladásával gazdasági, kulturális szervezeteknek, társaságoknak olyan felületeket biztosítson, hogy a leghatékonyabban elérjék partnereiket, ügyfeleiket, fogyasztóikat, agórát teremtve számukra. Vajon a szervezetek képviselői hogyan vélekednek a Pécs TV-ről és a pécsi hírekről? Véleményünk szerint nagyon hasznos a pécsek számára, hogy működik a Pécsi Média Központ Pécset, hiszen ez több vonalon is jelen van a média kapcsán. Egyrészt tudja informálni a lakosságot az internet vonalán, a www.pecsma, tehát pecsma.hu oldalon, illetve a Pécsi Hírek című hetilap, amely már tizenvalahány éve Pécset él és működik, és a statisztikák szerint az egyik legolvasottabb és legkedveltebb ingyenes hetilap Pécset. Másrészt ugye szintén a Pécs TV, ami Pécs egyik legismertebb helyi televíziója, és ezen keresztül is tudjuk informálni a pécsi lakosságot. És azért igazán kedvező, mert mivel központi szerkesztőség is működik, ezért gyakorlatilag egy hír egyből három helyen jelenik meg, és ez egyben megkönnyíti a pécsi közszolgáltatók életét és munkáját is. Tapasztalatok mit mutatnak, hogy mennyire könnyen, mennyire használják ezeket a megyőmagot a pécsiek, mik a visszajelzések?
A Pécsi Hírek című heti lapból napi, heti szinten is több visszajelzésünk van a lakosság részéről, hogy ismerik és használják és olvassák, és abból merítik az információkat. Különkor van egy veszélyes hulladékgyűjtésünk, vagy egy elhulladékgyűjtésünk, amikor a helyszínen tartózkodok, akkor mindig rákérdezek, hogy honnan tudták meg, hogy pont ezen a helyszínen pont ma is ekkor van ez a gyűjtés, és mindig az a válasz jön vissza, hogy egyrészt a Pécsi Hírek című újságból többen jeleznek vissza, hogy a Pécs TV-ből kapták az információt, illetve egyéb újságokból tudták meg a helyszínt, az időpontot. Régi és jó kapcsolat fűz minket a Pécs Média Központhoz most már több éve, azért mert ezen a fórumon, vagy ezeken a fórumokon keresztül célzottan tudunk a pécsiekhez információkat eljuttatni. Reméljük, hogy az a jövőben is így lesz, és a jó kapcsolat majd megmarad. Mennyire jelenthet előnyt szerint, hogy három médium egy helyen tartózkodik? Mindenképpen előnyt jelent, hiszen a három médium a három különböző célcsoportot szólít meg. Ugye ma már egyre nagyobb azoknak a száma, akik az interneten szerzik be a információikat, és ezáltal, hogy a Pécs Média Központ kibővült internetes lehetőséggel is, gyakorlatilag teljes lefedettséget biztosít a pécsiek körében. Én azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes jelenlétet tapasztalok, és nagyon-nagyon szerencsés, hogy három médium is egy egységben dolgozik, hiszen megkönnyíti a munkánkat nagyban az, hogy a nyomtatott sajtó, elektronikus sajtó, a honlap, az internet és a televízió egyszerre van jelen, valamint a rádió. Tehát ezeket mind próbáljuk használni annak érdekében, hogy azt a tevékenységet, amit mi folytatunk, és amit nyilván mi nagyon fontosnak gondolunk, és remélem, hogy a város lakóinak a többsége is fontosnak gondolja, hogy arról minél színesebb és gazdagabb információt és tájékoztatást adjunk. Részint a bemutatókról, az új bemutatókról, részint a műsorrendünkről, a havi műsorunkról, a választékról, a lehetőségekről. Azt hiszem, hogy minden fórumot, minden lehetőséget ki kell használnunk, minden média felületet, hogyha szakszerűen akarok fogalmazni, hogy ezek az információk eljussanak a pécsi és a Pécs környéki lakossághoz, hiszen elsősorban rájuk számítunk a színház működésében. Ha olyan esemény van, akkor sajtótájékoztatóval vagy anélkül jelen lehetünk a televízióban, megjelenhetünk. Én azt gondolom, hogy ez a képi anyag mindenképpen fontos, hogy felkeltse a nézők érdeklődését. Tehát én ilyen szempontból a televíziót megkülönböztetett fontosságúnak tartom. Nyilván megvan a szerepe a nyomtatott sajtónak is, a rádiónak is, de számunkra a legfontosabb a televíziós felület ilyen szempontból. Egy új hír az gyorsan, szélesebb körben terjeszthető. Ha az olyan, akkor nyilván mind a három egység esetében gorcsó alá vehető és kezelhető szintre kerül anélkül, hogy külön-külön kellene megkeresni ezeket a lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lehetőséget ad a cég szempontjából, itt most a Pétávra gondolok, tehát a Pétáv szempontjából egy komplex hírközlési vagy kommunikációs stratégia kialakítására. Nekem kifejezetten tetszik az, hogy általában én most nem a reklám helye, de a központon belül is a tévét szeretem, mert ugye abban látjuk mi azt a széleskör és a közvetlen szemtől szemben kommunikációs lehetőséget, amit szívesen alkalmazunk, de örömmel látjuk azt, hogy egy-egy tévé együttműködésünk után ugye rámozdul a többi ágazat, vagy nem tudom, hogy kell ezt helyesen mondani. Tehát ebből a szempontból mi egy költséghatékony megoldást tudunk kapni. Kezünkben van tehát egy közvéleménykutatás. Ez mennyiben segítheti egy-egy médium piaci szerepének erősítését? Hát a piaci szerepének erősítését nem nagyon segítheti, legfeljebb a visszacsatolása, ha meghallgatják azokat a kutatási eredményeket, azokat a visszacsatolásokat, amiket mi az elvégzett felmérések után prezentálunk nekik, és ezt felhasználják a későbbiekben, az, ami tényleg a piaci szerepét erősíthet. És ha hozzá beszélek, akkor azt is javaslom, hogy egyre sűrűbben csinálnak ilyen közvéleménykutatásokat, tudnék a vannak országos szinten, amiről már megemlékeztem, az AGB Nielsen műszeres mérése, vagy a Nemzeti Médiaanalízis, de az a helyi médiumoknak a szerepét, nagyságát nem tudja mérni csak összességében.
Viszont, hogyha csinálunk ilyeneket, ilyen nagymintás kutatásokat, nem mondom, hogy minden fél évben, de hogyha sokkal bővebben, nem csak néhány kérdésre összpontosítva, akkor sokkal több visszacsatolást, illetve véleményt tudunk közvetíteni a médiumok felé. Mert például az is egy interaktív csatorna, valaki, hát az minden egyes ugye, internetes újság interaktív, ott mindenhez hozzá lehet szólni, csak ha valaki ezt elolvassa, akkor látja, hogy ezek mennyire szélsőségesek ezek a hozzászólások, tehát nem reprezentatívak. Akkor már csak egy zárszóra van időnk a két főszerkesztőtől. Milyen lendületet adott ez most nektek, ez a közvéleménykutatás, hogyan tovább? Hát fontolóra veszük, mondom én még egyszer azt mondom, azokat a kritikákat, amiket megfogalmaztak, amit most itt nem említettünk, de mi nekünk kezünkben vannak ezek az anyagok, ezeket mindenképpen. Tehát, és szeretnénk egy olyan irányt megfogni, ami egy picit mondom, ez a részünkről riportosabb, kicsit interjú, több interjúval, tehát valami ilyesmit szeretnénk. És a tévé? A televízió is arra fog törekedni, hogy az állandóság vagy a saját arculat megőrzése mellett folyamatosan lépést tartson azokkal a kihívásokkal, amit egyrészt a konkurens csatornák, másrészt pedig hát a nézőink elvárásai támasztanak felénk. Egy biztos, azt soha nem fogjuk gondolni, hogy azért, mert valamit kitaláltunk és elkezdtünk működtetni, azt már jobban nem lehet csinálni. Tehát ilyen nincs, mindent lehet jobban csinálni, és ez lesz a célunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgethettünk mindenről, további sok sikert mindannyiunknak. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, köszönjük a sok-sok kérdést és a dicséreteket is, de persze a kritikákat is. Viszontlátásra!